A szaszos srácok, én Jason vagyok, és ebből a videóban érkeztük a legújabb kidroppos videóhoz, hiszen van 5000 gyönyörű dollárunk. De gyorsan gyerekek, get free. Most figyelj, öcskös. Ugye jössz, kód használta, beléd azt, hogy Yoshon apply, az új felhasználók kapnak 50 centet ingyen, de aki már bárkek a kódját használta, az 10% feltöltési bónusz kap. Ezt a videót a SkinCentor támogatja. Ez az oldal segít abban, ha gyorsan és egyszerűen szeretnéd a skinjeidet beváltani igazi pénzért. Válaszd ki a megfelelő skint, utána pedig válaszd ki a számodra megfelelő fizetési módot. Legyen az PayPal, vagy pedig választhatsz kriptovalutát. Ne felejtsd el használni a Jason Play kódot, vagy a linket, amit a leírásban találsz, hiszen 5%-ot fogsz kapni minden egyes eladásodhoz. Fogadd el a trade offert, a pénz pedig pár perc múlva meg is érkezik. Gyerekek, ismét 200 tase bat le. És mondom, mert van egy új limitált ládikó. Már mutatom is melyik. Ez a nagyon kígyó. Ebben egy 50-et bevágok. Bam! 4 játékos, Privacki és Underdogóba nyomjuk. Hát ha nát, ha a botok ma régedek, nagyon reménykedünk benne. Hogyha ez 4750x4, nagyon szép, kicsit drága betűzki. Úgyhogy ti csak nézzétek, a bátyja intézi. 3, 2, 1, vamos, alla, playa, bab. Behívtuk a botokat. Bot hívva, botom és bot Petrak. Petrak. Na nézzük. Ugye nekünk semmit nem kéne húzni, aki nem tudja, hogy ennek a módnak mi a lényege, az nyer, aki a kevesebbet húzza. Úgyhogy mindhárom botnak brutális dolgokat kéne húznia. 50 darab van. Nagyon komoly skinek vannak ebbe a ládába. Aki ott volt a múltkori éradáson, az tudja, hogy miket intéztünk, miket buktunk. Nagyon komoly volt, úgyhogy vamos. Nem állunk olyan szarul. Ráhúztunk egy kist. Pont neki kellett, ez nagyon szép volt. Egyébként ez most jól esett, bár még a botéva az elég gyenge, de még csak a 6. ládánál járunk. Mondom, ebben nagyon durva itemek vannak, úgyhogy itt bármi meg lehet. Nagyon az elején vagyunk, és már tök szép skinek lettek pullolva. De ebben van Desert Hydra, Gambit Lore, M9 Lore, nagyon komoly skinek mondom, még egyszer 670-ször. Jó, na, kicsit lenyugszunk. Mély levegő. Úgy, na, most már tiszta fejjel, ott is van bottom intézte. Ő nagyon szépen áll, bár ahogy látom, bakker, nekem is majd 1500 dollárom van. Azt hittem kicsit kevesebb. Hát ez nagyon kígyó. Ez nem tetszett, bazeg. Én vagyok az első, és ez most nem jó. Jajjaj. Jajjaj. Jó, mert csak 11. ládánál járunk, tudom. De az Elko már félek. Nem szerettem, amikor ilyenkor sokat pullol a bátyja. Az mennyi? Nem sok pénz. 100-as? 104. Hirtelen így felkaptam a fejemet, de aztán rájöttem, hogy egy rakás kula. Ajjaj. A King az még mindig pullol. Uha. Jó, de hát 4V-ben mit vár az ember, azért nagyon nehéz nyerni. Ugye ezeket azért sem 4V-be, hogy minél jobb skineket lássunk. De hát eddig ez nem így alakul, ahogy én elterveztem. Hiszen a bot Éva még 1000 dollárt nem húzott, én majdnem 2000-et húztam. Úgyhogy valamit most már tényleg nyomnia kéne. Mert ha nem intéz semmit, akkor nagy a baj. Az a Desert Hydra maradhatott volna, nem a pénzért. Most kis 3000 dollár, mi van abbadik? Amúgy egy kis is húzhatna a kesztyűt, valamit, jó 141 dollár, valami végre, bár 1900-nál járok, nagyon-nagyon elől van a bátyja, azért vannak elég gyenge pullok is benne, azt látom, az kellett, végre valami, congratulation, most már Pierce Roybotnak kéne húznia valamit, ott jobb oldalt, a patkány, az jó, nem, az 100, nem, nincs 100-as. Egy 50-es. Hát én elértem a 2000-et, aminek nem örülök jelenleg. Bottommal fej-fej mellett. Ez olyan, mint a 2v2 lenne kajak. Én meg a bottom az 2k, boté van egy botpietrek 1004. Ájjájjáj, és én még mindig pullolom. Ember, nem á. Fejegyezésem, hogy nekem 5 milliárd dollárom lesz. És elbukom. De jöhetnének a nagy kések. Nem láttunk még egy nagyon jó, hát most ott volt egy 765-ös. Ó, bazeg. Az is 270. Hát én nagyon török előre, ami most nagyon nem jó, és már több, mint a felénél járunk. Hát, testvérem! Én nem vagyok abban biztos, hogy ez W lesz.
Pak! Az 4750 mínusz. Egyből. Ajjaj. Kipulling, ahogy látom. Ugye 3000-nél járok. Fuck off, man. Oké, legalább az most valamennyit segít. De nem olyan sokat. Nagyon le vannak maradva a botok. Nagyon nagy kés kéne, az a baj mindegyiknek. Egy ilyen ezres minimum dik. Nem tud összejönni. Még van azért egy pár láda. Ezeket a Golden Coil-okat meg a Whitefire-okat nagyon szeretjük. Azt a másik M4-et, pedig kis Onitaji. Ilyenek is jöhetnének, azért 90 dolláros láda, ezek meg ilyen 2-3 X poolok, azok nem olyan rosszak lennének. Valamit intézzen, egy kis 3000 dollár voucher. Ilyenek. Jó, hogy féljön, ilyen 15-öt húzok, az nem baj. Nekem nem kell poololni most, az fix info. Ott egy Onitaji jobb oldalt, oké, az kellett. Fogjuk rá. Még mindig nagyon-nagyon sokkal vezetek. Jó, most Pietrebot kicsit belelendült, bár az egy gyengébb foil injektor. Az egy komoly kés. Nem láttunk egy komoly pult. Az a durva. Ennyi ládából dik. Ami tényleg ilyen pár 1-2000. Ejjjjjjjj. Jó, az a kis Bloodsport, de még mindig nagyon durván vezetek, szóval valószínűleg ezt elbukom. Ezt már látjuk előre. De hát, ha még itt a vége felé kis izgalmat látunk, nem vagyok benne biztos. De hát, ha én gondoltam rá, hogy lesz valami nagy pool, de amúgy nincs, durva. Aha, az is nagyon gyenge kör. Esélytelen így visszajönni. Csol egy kis. Egy kis nomád, egy classic knife, egy kis 10x knife, most mi van abbadik? Jó, hát ez... Klasszikban ez nagyon szép lett volna, azt tegyük hozzá. 3600-nál járok. Alapból mínuszos ugye a nyitás, jelenleg. 4000... Mennyi volt? 750? Ahhoz képest elég nagy mínusz. Olyan egy ezró. Az azt megérzi az ember. Kivéve, hogyha még ebben a négyből húzok valamit. Ki tudja mi? Up! Hát oké, botéva, muchas gracias aficion. Mindenki 3000 fölött, de hát ez hogy nyerem meg? Ijallad! És csak 300, azt hittem az, hogy 5-6. Fuck! Hát így a végére azért intézték a botok. Egyértelműen azt a szart húzza, hát még mindig első vagyok, bár hogyha most klasszik lenne, lehetne meg napinám. Hát elbuktuk. Klasszikkal nyertünk volna, kérem szépen 14389-et. Jó, de ott valószínűleg lehet, hogy más lett volna. Nem egy problematika, mert még van 370 dollárunk. Úgyhogy abból a 370 dollárból azeg, még intézünk egy 3 vajt. És ezt megnyerem, gyerekek? 10x upgrade. Mindegyik skin. 10x upgrade, úgyhogy hadd gyerjek mádik 3V-be legalább és W. Okay. Anyád az 2.14, wow. Jobbra egy kés és boldog vagyok. Ugye az nem 2.14. Jó, hát uha, félek amúgy. De te veszel gyertem. Jó, ha, legalább gyertük egy kicsit vissza, gyerekek. 613 dollár. És nagyon rég hiteltünk 10x upgrade-ot, akik vannak élőadásban is tényleg upgrade-unk, azok látják. Szóval a videóban ez már annyira nem szokott lenni. De most megnézzük, hát ha... Tényleg nagyon-nagyon rég hiteltem 10x-et. De szerintem még 5x-et is. Meg régen azért nagyon fincsi volt. Tehát keep trying. Ez amúgy lehet? Nem. Úgyos. Persze, fiam. Ez is túl gyors. Én már tudom egyébként az animációból, hogyha lassan indul el, akkor van a legtöbb esélye, hogy beadja. Ha gyorsan, akkor gatya madzag. Ez is gatya sajnos. Uha, hát jó, most egyértelmű azért 9% egy upgrade, nem olyan könnyű. De még nézzük tovább. Hát ez sincs meg, ez pont megáll előtte, ezt ismerjük. Igen. Most figyelj testvérem, mert ez nagyon drága upgrade lehet. De én még hozzáverek egy ilyet. Akkor nézzük meg még ezeket is, wow. Lesz-e medúza, vagy nem lesz medúza? 3, 2, 1. Hát nem lesz medúza.
tök mindegy, mert overbe se lett volna. Hát, az upgrade is megevett. Úgyhogy, akinek tetszett ez a kis videó, nyugodtan dobja, hogy hallottam most nagy lájkot, iratkozzatok föl, legyetek, hogy Jason voltam. Szevasztok!